Aki Lakner Zoltán politológus, a Jelen főszerkesztő is itt van velünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok én is! Az utóbbi hetek egyik kiemelkedő politikai eseménye, nem lehet másnak nevezni, csak politikainak, ahogy a kormány milliárdokat osztott ki fideszes városoknak, jó rész fideszes városoknak azután, hogy az iparüzési adó felétől megfosztotta őket. Hát volt, aki visszakapta, mert jó fiú volt, aki nem kapta vissza, csak három ellenzéki város kapott támogatást, de itt is pántlikázva voltak a pénzek, tehát működésre nem lehet őket használni. És hát ezzel kapcsolatban jegyezte meg Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere, hogy hát gyakorlatilag itt van a vége, vagy itt van az alja a történetnek. Itt már igazából csak a túlélésért harcolnak ezek a városok. Arra, hogy komoly ellenzéki politizálást csináljanak, arra nincsen esély, ezt nem ő mondta, ezt a mások teszik hozzá. Egyet érte ezzel? Azt nem tudom, hogy komoly ellenzéki politizálásra nincs esély. Én abban egészen biztos vagyok, hogy nagyon, nagyon nehéz megtalálni azokat a módokat, ahogyan és amelyeknek a révén tiltakozni lehet. Most azt nem is mondom, hogy hatékonyan tiltakozni lehet, szóval nem tudom, hogy mi lehet az a módszer, amivel az ellenzéki városvezetők kifacsarják a költségvetésből azokat a milliárdokat, amelyekre szükségük van, nem nekik, hanem a városaikban élő állampolgároknak. De hogy politikai értelemben ne lehessen semmit se tenni, ezen azért szerintem csak el kellene gondolkodni legalább itt az ünnepek alatt. Tehát egészen biztos az, hogy a politikai tiltakozásnak talán lehetnek, nem, most azt is mondom, hogy biztos megtalálszol, azt mondom, hogy egészen biztos, hogy a politikai tiltakozásnak lehetnek azért más módszerei is, mint hogy december 23-án este 7-kor lekapcsolják a díszkivilágítást. Hát igen, ezt akartam kérdezni, ez nagyon szép, csak hát azért soványkának tűnik tiltakozásképpen. Ugye ez azért lenne, bocsánat, csak lényeges, mert hogy nyilván az ellenzéki városvezetőknek részben a saját politikai érdekük, részben pedig hát én azt gondolom, hogy a tényekhez való ragaszkodás következtében minél pontosabban és egyértelműen a saját választóik és az ott élő állampolgárok tudtára kellene adni azt, hogy mi forog kockán, és hogy erről kidönt. Mert hát közben azt is látjuk, hogy a kormány ebben a december 24-én kelt rendeletben, amiben részlegesen kompenzál számára kedves városokat, ahogyan minden héten, sőt minden két nap másfajta rendeletekben közben forint 10 milliárdokat költ el más célokra, amelyek nem nagyon hozhatók összefüggésbe sem a járványjal, sem a válságkezeléssel. Igen, ha megengedi, akkor hátráljunk vissza kicsit októberig. Ugye október után 10 nagyváros esik áldozatául, prédájául az ellenzéknek, és akkor megalakul a Szabadvárosok Szövetsége, kicsit gyakvényelő sem, de megalakul, és akkor az ember várt volna valamit, hogy ez fölmutat valamit. Tehát ugye végig csak a kis erők vannak, de hát ha valami egységbe sikerül hozni őket, akkor legalább azt mutatják föl, hogy miben tudnak mások lenni, mint amíg eddig voltak. És hát az ember nem sokat látott ebből. Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, és tulajdonképpen örülök is, hogy innen próbáljuk ezt megközelíteni, mert ugye az, hogy van a Szabad Városok Szövetsége, ezt most azért is merem mondani egyébként, mert én politikai elemzőként a írói munkásságomnak az része volt, hogy valami ilyesminek létre kellene jönni, hogyha az önkormányzati választás 19. októberében az ellenzék számára kedvezően alakul. Szóval, hogy ez létezik ugyan, de ez egy, én azt látom, hogy ez egyelőre csak egy ilyen biléta, amit néha elővesznek, és akkor mint Szabad Városok Szövetsége nyilatkoznak a városvezetők, de az egyáltalán nem látszik, hogy itt egyeztetett politikai cselekvés, politikai tiltakozás, de néha kiadnak egy közleményt, most tényleg, ha megbántok ezzel valakit, akkor megbántottam, akkor így jártunk. És az is látszik, hogy a városvezetők különbözőképpen fogják föl a politikai megnyilatkozásoknak a szükségességét, tehát mondjuk Mirkóczki Ádám, vagy Karácsony Gergely, vagy Botka László stratégiája nagyon eltér a tekintetben, hogy hogyan kell, milyen keménységgel kell, mennyi konfliktus fölvállalva kell politizálni a kormánnyal szemben, miközben hát én azért azt gondolom, hogy persze oké, lehet érvelni amellett, hogy futni kellett legalább egy kört, hogy bemutassák, hogy már pedig a városvezetők azok igenis hajlandóak különböző megegyezésekre a kormánnyal, és csak a kör lefutása után jelenthetik ki, hogy
itt nincs mire megegyezni, mert a kormány nem erre törekszik, de azért valójában mindenki tudta szerintem az elve, kellett volna tudni az első pillanattól kezdve, hogy a kormány ugyanazt fogja csinálni, amit mindig szokott csinálni, el fogja venni a jogköröket, és el fogja venni a pénzeket, hát mindig mindenkivel ugyanezt szokta csinálni. Ennyiből szerintem ez a szabad városok, ami ugye azért magában foglalja Budapestet, meg magában foglal 10 megye jugú várost, meg magában foglal számos budapesti kerületet, azért ennek van egy komoly, vagy lehetne egy komoly politikai súlya. És még egy dologra talán emlékeztetnék arra, hogy az ellenzék a játékban akkor jött vissza a harmadik kétharmad után, amikor 2 évvel ezelőtt az akkori rabszolgatörvénnyel szemben mind az országgyűlési képviselők, mind az utcán tiltakozó politikusok azzal lették meg a saját választóikat, hogy messzebbre mentek, mint bárki várta volna tőlük, hogy kiléptek a konvencionális tiltakozási keretek közül. Az hozta vissza a választók bizalmát, az keltett közfigyelmet, az hozta össze ezeket a pártokat is egyébként nagyjából, és én azért azt gondolom, hogy ezt a tanulságot akkor sem szabadna elfelejteni, amikor éppen városvezetői székekben ülnek, tehát pusztán ezekkel a random gyakoriságú közleményekkel nem fognak olyan politikai hatást elérni, mint amit szeretnének. Hát szerintem nem kell szégyelni, és vissza lehet menni egészen addig, hogy ugye amíg Orbánik voltak ellenzékben, ők is megcsinálták a saját ellenzéki városaiknak a szövetségét, kongresszust tartottak, azt hiszem, hogy itt a valamelyik Dunaparti szállodában volt, és hát megpróbáltak közös stratégiákat kiépíteni, tehát ők csináltak valamit. Igen, jó, hát nyilván ugye erre most mindenki el tudja mondani, hogy persze az egy központilag irányított politikai oldal, tehát ha Orbán Viktor azt mondja a saját polgármesterének, hogy gyűjjenek össze, és fogadják el azt a stratégiát, amit ő eléjük terjeszt, akkor ezzel nincsen különösebb gond. Tehát én ezt, hogy mondjam, én be tudom számítani, és el tudom fogadni azt, hogy az ellenzéki szereplők azok tényleg széttagoltabbak, tényleg autonómabbak, és tulajdonképpen ezt a javukra is tudom írni. Ugyanakkor azért itt egy olyan feszítő kényszer mutatkozik, ami szerintem szükségessé tesz egy közös fellépést, és nagyon jól érvelhető is, hiszen itt tényleg nem pusztán arról van szó, hogy egy hatalmi játszmában vissza kell tehát ellentartani kell a kormánynak, hanem hát arról is szó van, hogy ezek mögött, a polgármesterek mögött milliós nagyságrendű választópolgár áll, és az ő érdekei képviseletéről van itt szó. Azt is lehetett gondolni, hogy jó, ezek kis pozíciók, kis pénzek, de mégiscsak valami szabad tér, vagy szabad terek nyíltak az októberi választások után, amik lehetővé tették azt, hogy jöjjenek új emberek, kiemelkedjenek új fiatal vezetők, tehetségesek, képességesek, és hát ezt se látja az ember, hogy ez megtörtént volna. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért. Én ebben egy kicsit engedékenyebb vagyok, mert szóval azért egy éve vannak hivatalban ezek az új ellenzéki polgármesterek. Nekem az a benyomásom, hogy van közöttük nem is egy, aki kifejezetten bevált a pozíciójába. Ráadásul egy olyan szituációban estek át a tűzkerességen a koronavírus járvány és a gazdasági válság idején, amire hát a legtapasztaltabb politikusok sem emlékeznek, és ők maguk sem mentek keresztül ilyen helyzeteken. Szóval az, hogy itt van esély arra, hogy kitermelődjön egy új politikai garnitúra, és azért is tartom ezt fontosnak, mert mindig a karizmatikus vezető hiányát szokták emlegetni az ellenzéki oldalon, miközben itt sokkal nagyobb hiányosság van, itt egy kormányzásra, helyi és országos kormányzásra alkalmas, teljes politikai garnitúra felépülése volna szükséges, és ugye 10 év ellenzékiség után hát hogyan is várhatnánk el azt, hogy ilyen létezzen, ez csak akkor történik meg, hogyha ezekben a relatíve kisebb pozíciókban megmutatkoznak ezek a képességek. Szóval szerintem azért van mozgás ebben az ügyben, éppenséggel én inkább úgy fogalmaznék, hogy egy ilyen politikusi evolúciónak, vagy továbbfejlődésnek lehetne az egy útja, hogy például ezt a Szabad Városok Szövetségét egy tényleges
politikai szervezetté, egy az önkormányzatoknak a súlyponti szerepét hangsúlyozó érdekképviseletté fejleszték, mert az rendben van, hogy mindenki a saját, az őt megválasztó választópolgárokért felel, és persze egy csomó üzemeltetési feladat van egy településen, aminek a fontosságát én egyáltalán nem akarom alábecsülni, nyilván ezen keresztül ítélik meg a polgármester, de hát azért ezek politikai pozíciók, és politikusként kell ezekben a pozícióban viselkedni, és igen, az ad egy lehetséges nagyobb felületet ezeknek a polgármestereknek, például a saját pénzünk megvédésére is, és a Fidesz dolgának a megnehezítésére, ennek a folyamatnak a lelassítására, és ennek az egésznek a visszatolására, mármint a felelősség visszatolására a Fideszre, hogyha képesek ezek az ellenzéki önkormányzati vezetők közösen egy saját stratégia mentén, és azt következetesen érvényesítve fellépni. Erre én váltig azt gondolom, hogy megvan az esély, a politikai esély megvan. Lehetett volna egy esély a, hogy mondjam, csak a kommunikáció egységesítésére is, mert meglepően sok helyen az ellenzéki városvezetés nem éri el a polgároknak egy elég jelentős részét. De mondjuk Budapesten is azt érzi az ember, hogy kétséges, hogy minden budapesti polgár megérti-e azt, hogy itt a kormány veszi el tőlük a pénzt, és nem Karácsony Gergely kártyázza el ultin, és ettől lesz, vagy ettől hiányzik majd a szemétszállítás. Tehát, hogy egyszerűen a választópolgárokkal való szóbaállás, az együttlét öröme, az abszolút hiányzik. Én egyet azt gondolom, hogy persze ezeknek a, fogalmazok úgy, hogy nagyvárosi, bár mondjuk Magyarországon, Budapesten kívül mi a nagyváros, de mondjuk a Magyarország viszonylag a nagyvárosi közönséggel talán könnyebb dolga van az ellenzéknek. Tehát ugye eleve abból indultunk ki, hogy az itteni választópolgároknak, vagy sok városban az ott élő választópolgároknak a nagyobb része az önkormányzatok élére ellenzéki politikusokat juttatott, tehát kedvezőbb a kiinduló helyzet, a politikai klíma. Ebből adódóan én azt gondolom, hogy ezeken a településeken az ellenzéknek könnyebb dolga van, hogy arról meggyőzze, a tekintetben, hogy arról meggyőzze a választópolgárokat, hogy ezt nem ők csinálják rosszul, hanem a kormány csinálja rosszul. Tehát ilyen értelemben tulajdonképpen egy státuszkót kell őrizni. Ennyiből jobb a helyzet. Hogy aztán ebben mutatkozik-e valami olyan, ami egy országos politika felé vívő ilyen újabb lépcsőfok lenne, hát erről beszélgettünk eddig is, és az a helyzet, hogy ha ezt így megítélhetem, én azt látom, hogy ebben is nagyon erősen eltérnek a minták, hogy például a saját választóikkal hogyan kommunikálnak a különböző önkormányzatok, tehát akár csak Budapesten belül is lehet látni, hogy szóval egészen eltérő stratégiákat követnek, tehát van, ahol megpróbálnak mondjuk kiváló helyi újságokat csinálni az ingyenes önkormányzati lapokból, és mondjuk van, ahol azok az erőfeszítések meg nem érvényesülnek, hogy egy ilyen egyértelmű, átfogó kommunikáció folyik, és inkább az önkormányzat csodódik az eseményekkel, és nem jön ki ezekből a kommunikációs erőfeszítésekből semmi. Őszintén szóval itt szerintem még egy viszonylag egyszerű dolgot lehetne csinálni, egy tudástranszfert, egy tudás átadást, azért én el tudnék képzelni a jó gyakorlatok átvételét a különböző önkormányzati szereplők között. Hozzátéve, hogy nyilván mindenkit a saját helyi viszonya is nyomasztanak, tehát a koalíciós kormányzások izgalmas világában lehet, hogy a jó gyakorlat átültetés nem olyan egyszerű egyik helyről a másikra, csak hát ezek meg ugye olyan problémák, amelyekkel nem csak együtt élni kell, hanem amelyeket kezelni kell tudni ahhoz, hogy normálisan lehessen vezetni az adott település, meg normálisan lehessen a kampányolni 2022-ben. 2022-ben mennyire lehetnek bázisai az ellenzéknek ezek a városok a választási felkészülés során? Én azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy ma a magyar politika, az ellenzéki politizálás súlypontja az önkormányzatoknál van. Én igazából, tényleg hadd tegyem hozzá, hogy nem most mondom ezt, tehát hogy másfél éve is azt gondoltam, hogy
hogy az önkormányzatok és az Európai Parlament a középpontjai a hazai ellenzék tevékenységének. És nyilván ugye van a párt vezetőknek az a felelőssége, amihez most hát még időben nem teljesen lemaradva igyekeznek fölnőni, hogy hát elő kell állítani azt a mechanizmust, ami az ellenzék választási fellépésének a kereteit ki tudja alakítani. De az, hogy az önkormányzatokban mutatkozik meg egy évtized eltelte után az, hogy az ellenzéki politikusok nem csak ágálni tudnak különböző nívón, hanem mondjuk tudnak vezetni egy települést, és hogy tudnak fajsúlyos politikusokat kiállítani, akiknek esélyük van arra, hogy egy következő választást is megnyerjenek, az szóval szerintem eléggé egyértelműen az őket állítja a középpontba, és ebből adódóan is én azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak az önkormányzatok érdekeiért való közös ellenzéki kiállás, ez egy központi kérdése a teljes ellenzéki kampánynak, már csak abban a szempontból is, hogy milyen képet sugároz magáról az ellenzék, abban az értelemben, hogy a sajátjai közül is a legfontosabbakat képes-e, még egyszer mondom, politikai értelemben megvédeni, mert én nem nagyon hiszek abban, hogy a kormány itt egyszer csak jobb belátásra tér, és mégis odaadja a pénzt, de hogy ez hogy jön le, mit észlelnek ebből a választópolgárok, az egy döntő kérdés, és az is egy döntő kérdés, hogy hát van-e mondjuk ellenzéki egység, lehet ezt a szót használni, egy ilyen folyosú ügyben, mert akkor ebből mindenki levonhatja azt a következtetést, hogy más témákban mások mellett vajon kiállnak. A pandémia az ugye nagy csapás mindenkinek, és főleg az, hogy a kormány politikai célokra használja föl pénzek elvonására, de lehetőség is a helyi erőknek, a helyi politikusoknak, hogy segítőkésznek, hogy mondjam, csak közeli barátként mutatkozzanak meg. Igen. A helyi közösség előtt. Ebből a szempontból hogyan vizsgáztak a ellenzéki önkormányzatok? Hát most nyilván nincs arra módunk, hogy itt ezt sorra vegyük. Nekem az a tapasztalatom azoknál az önkormányzatoknál, amelyeket nem tudom, személyes okokból vagy politikai érdeklődésből, közeledről így nyomon követek, hogy pontosan erre törekednek elég sok helyen, és kénytelenek is egyébként törekedni az önkormányzatok, tehát abból azokból, hogy a kormány tényleg magára hagyta a településeket, és tényleg magára hagyta az állampolgárokat is. Ugye egy csomó olyan döntés lehet idézni, ami arról szól, hogy a kormány nem dönt el dolgokat, miközben azt tudjuk, hogy elég irányításmániás a kormány, mégsem dönt el dolgokat, rábízza ezeket a fontos hétköznapi életet illető ügyeket az állampolgárokra, meg az önkormányzatokra. Egyszerűen tehát az önkormányzatoknak kell föllépniük abban annak érdekében, hogy a hétköznapi életnek az élhetősége az fönnmaradjon. Nekem az a tapasztalatom, hangsúlyozom, nem belülről, hanem kívülről nézve, meg háttérbeszélgetéseket folytatva önkormányzatoknál dolgozó emberekkel, hogy ez átmegy nagyon sok helyen, hogy van egy ilyen erőfeszítés az önkormányzatok részéről, ami furcsa módon egyébként úgy csapódik le az önkormányzatoknál, hogy rengeteg problémával a polgármesteri hivatalt, meg a különböző önkormányzati tisztségviselőket keresik meg az állampolgárok olyan ügyekben is, amelyek már majdnem 10 éve nem tartoznak az önkormányzatokhoz. Tehát, hogy az emberek nem nagyon tudnak arról, hogy mi tartozik a járási hivatalhoz, meg a kormányhivatalhoz, illetve mivel első körben lepattannak róluk, választ sem kapva tőlük, így aztán persze a gondjaikat hordják oda az önkormányzatokhoz, de közben ez mégiscsak egy jelzés arról, hogy az önkormányzatok tartják egy olyan helynek, ahol egyáltalán foglalkoznak az állampolgárok hétköznapi problémáival, és azért ennek van pozitív politikai hatása, tehát az önkormányzat az a felület, ahol egyáltalán az állampolgár azt gondolja, hogy itt bele foglalkoznak. Hát tulajdonképpen egy ilyen door-to-door kampánnyal ér föl. Hát igen, meg igen. Valóban ez a legközelebbi, ugye ez az emberekhez legközelebb lévő közeg, vagy felület, vagy hatóságszerűség, ami megtalálható, és azért nekem az a benyomásom, hogy ezzel sok polgármester igyekszik is élni, amellett, hogy ez rengeteg olyan napi munkát hárít az önkormányzatok, hogy egy csomó olyan feladat, például most más nem mondjak,
láttam, az idős ellátást, tehát azt mondja, hogy ételt visznek az idősekhez, tehát hogy teljesen egyszerű hétköznapi dolgokra kell gondolni. Ugye itt tehát tényleg rengeteg problémát okoz, mert amúgy is alulfinanszírozottak a kötelező feladatai is az önkormányzatoknak, most még nagyobb kapacitással kellene dolgozni, de ettől nem lesz sem több ember, sem több pénz, tehát ez plusz erőfeszítéseket igényel. És igen, onnantól kezdve az valóban, szégyen, nem szégyen kimondani, az valóban egy politikai és politikai kommunikációs erőfeszítést igényel, hogy erről tudjanak is az ott élő állampolgárok, igen. Hogy ez csak az önkormányzatnak köszönhető, hogy ezek a dolgok egyáltalán működnek. Köszönöm szépen, további jó reggelt. Én is köszönöm, minden jót. Laknár Zoltán politológus, a Jelen főszerkesztője volt itt.